Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A Dalfutárt és a zenészeket a Shell hozza lendületbe. Ránk virradt a 8. évad második csapatának stúdiónapja. A taró szerint ma találkozik a kejhekásza, az érmék 9-ese, az erő és a kejhek királynője. Amit eddig hallottam a készülő dalból, arra leginkább a káosz sündisznója kártyalap lenne a megfelelő választás. Egy post-rock töredékekből álló dalkezdemény, egy sok odafordulást igénylő szöveg és egy zsibbasztóan kortárs produceri vízió vár arra, hogy valahogy dallá alakuljon. Itt az alkalom, hogy művészeink valami olyasmit alkossanak, ami túlmutat lájkokon és slágerlistákon. 20-as években két avantgárd művész fekszik részegen a zongor alatt, és kérdezi egyik, hogy Ájósa, mi legyen még? Pesgőztünk, kurváztunk, berúgtunk, mi legyen még? Azt mondja, figyelj, Szergej, szarjunk a zongorába. Mire Ájósa, ezek úgyse értenék. Nem először és nem is utoljára találkozunk azzal, hogy egy korszakváltás zajlik a popzenében. Vannak azok a zenészek, akik még abból a világból jönnek, ahonnan én is, meg a mi öreg idoljaink, akik még hangszeren tanultak, zongoraiskolába jártak, dalokat írnak, együttesben gondolkodnak, szöveg és zene egységében, és vannak aztán a fiatalok, akik ma tulajdonképpen az anyjuk hálószobájából indulva, aztán laptop DJ-ké, előadókká, Budapest Parkot megtöltő kollektívává válnak, egyébként anélkül, hogy amúgy tudnának hangszere játszani, vagy a hagyományos értelemben dalt írni. Mi általában keverni szoktuk az életkorokat, a műfajokat, a stílusokat, és úgy tűnik, hogy most megint egy ilyen keverést hoztunk létre. Ha emlékeztek, akkor Korbut Szonya dalszerzőnk, Balla Gergely szövegírónk, 100 Scenes, zárójelben kollektíva, ezt majd tisztázzuk vele, hogy szólíthatjuk őt kollektívának, vagy van neve is, tehát ő lesz a producer, és Horváth Tomi énekes. Eleve más műfajok, ők ketten még talán Szonya és Gergő egyfajta látomásos, alter, rockból induló, költészetes dalban még összehozhatók, de ehhez képest 100 Scenes világa egészen más, Horváth Tomi pedig most az egyik legnagyobb mainstream sztárunk, aki viszont például akár népi, cigányzenés vonulatokat is visz be. De ez hogy fog összeférni, azt nem tudom. Az biztos, hogy a taró kártyához fordulhatunk, ugye jó régen kivetettük ezt, hogy ki kicsoda lehet itt. Itt van egy kehely, a tudás, az alkotás hömpölygő forrása, aztán itt van egy hercegnő, herceg, ezt nem nagyon tudtuk, vagy maga akár a költészet múzsája, aztán egy erős oroszlánt, vagy egy oroszlánt erővel kordában tartó producerünk, és a királynőnk a kejhek királynője, aki a forrástól kezdve a művészet hömpölygésén át az erőn keresztül az egészet egyben tartja. Hát most ez taró nyelven jósolva, vagy megértve így könnyen hangzik, de van például egy pici technikai problémánk, producerünk, 100 Kollektíva művész úr, Szinsz úr, egy vázlatot készített el. Az lesz tehát a sorrend, amit ma lekövetünk, hogy ezzel a problémával a zeneszerzőt, a szövegírót és az énekest majd a végén szembesítjük. Tehát behívom a zeneszerzőt, először megnézzük, hogy hogy is gondolta a dalt, mert már az se teljesen érthető számunkra. Aztán meddig ejtegessem ezeket még? Hányszor próbáljam meg? Jó. Zeneszerző, kedves zeneszerző, itt vagy, akkor várunk szeretettel fenn a fekete zongoránál. Itt vagyok. És még annyi, hogy hozd a gitárt, vagy az enyémet, vagy a sajátodat. Jó. Thank you.
lesz a dalból, hogyha nem szól? Mi lesz Szonyából, hogyha nem szól? Szonya, barnára feketével. Jézusom, J-vel vagy I-ával? Szia! Hello! Éppen most döbbentem rá, hogy te Szonya, tehát nem Szonya. Jól írtam a neved? Y-nal írom. És S-sel. De nem gond, mert már alkoholosan. Szoktam, tehát hogy nincs ilyen. De nekem, aki meghívtalak, illet volna, figyelj. Igen, fonetikusan rá. Sunyiból az est így bevastagítom, azzal az ételt akartuk, a J-ből meg bármikor csinálok. Nagy szeretettel köszöntelek. Nagyon köszönöm. Szia! Gyere! Sminkes puszi. Gyere elrébb. Sikerült a gitárt behangolni úgy, ahogy megbeszéltük, mert hogy ugye te azt a bizonyos dal hangulatot, azt a három részt, amiről videót is küldtél, hogy az egyik egy lassabb, egy gyorsabb, másik egy refrénszerű, azt egy valamilyen speckón elhangolt gitáron játszottad? Ez ebből a szempontból nem speciális, csak az összes dalt drop C-ben írom, és... Ami mit tesz? Kézem. Lehet, hogy utána kell még egy kicsit hangolnunk, mert most azért standardban visszahangolom. Mert ez az én nylonhúros gitárom, ami egyébként meg nem annyira alkalmas, ezt ilyen feszesebb, fémhúrosabb gitárokkal könnyű csinálni. Ebben annyira nincsen tapasztalatom, csak a saját gitárjaimból tudok kiindulni, és annyira nem tesz jót a nyaknak, hogyha így széljem a hangolva, de most így bevállaltok. De akkor ezzel most fogod tudni játszani? Szerintem igen, maximum egy picit hamiskás lesz, kicsit utána hangolunk, és akkor majd meglátjuk. Aha, jó, sose sajnáld az én gitáromat. Azt mondd el, akár le is csücsülhetsz a gitárra, hogy te azt a három részt, azt amúgy te fejben összefűzted-e egy dallá? Mert ugye van egy ilyen tört ritmikájú, vagy számomra egy kicsit nehezen megfejthető ritmikájú első rész, aztán van egy kicsit ilyen repetitívebb, de már, hogy mondjam, hagyományosabb ritmusvilágú második rész, meg egy ilyen, amit mi refrénnek értelmeztünk. Igen. Hogy ezt én jól értelmeztem-e, vagy a te fejedben mi van erről? Abszolút szabad értelmezése van mind a három résznek. Ha én hangszerelném meg ezt a dalt, akkor valószínűleg az első rész lenne a refrén, a második lenne a verze, a harmadik rész pedig egy ilyen katartikus bridge-szerű rész, ami utána visszavezet a refrénbe. Igazából azt terveztem, hogy inkább szerkezeti egységeket írok meg, és meghagyom a producernek azt a lehetőséget, hogy ő ezt szabadon rakosgassa oda, ahová szeretné, és olyan átkötésekkel, amikkel szeretné. Én adtam neki hozzá ötleteket, hogy hogyan tudja ezeket az átkötéseket megcsinálni, de a lényeg, hogy nem akartam feltétlenül ezt kőbe vésni. Kicsit reménytelen már, szegény. Nem baj. Meg van gyilkolva. Na, Muti, de szeretni kell. Itt most úgyis a ritmika az érdekes. Így, oké? Aha. Tehát ha erre valaki... De most lehet, hogy gyorsabban játszom. Az most nem baj. Tehát ha erre valaki, mondjuk egy szövegíró, ezt úgy fogta föl, játszad, hogy... Inkább így. Aha. Van csörgős cipőm. Nem áll. Olyan, mindjárt hozatom a csörgős sipkámat. Oké, akkor eddig meg vagyunk, mert valószínűleg a szövegíró... Igen. Tehát, hogy igazából ez a mérőre. És ráénekled, hogy te erre mit énekeltél? Aha. Vagy miket lehet? Hol van egy sor eleje szerinted? Ez. Aha, tehát akkor ez nem ott, nem a mérővel együtt jön akkor az ének, hogy la 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 la, hanem a mérőhöz képest. Nem? Én ehhez nem ragaszkodom. Tehát, hogy ha ebből csak ilyen néhány hang van dallam szinten felhasználva, az is szerintem teljesen tökéletes, hogyha ennél sokkal egyszerűbb. És akkor ezt képzeltette igazából refrénnek?
Ezt képzeltem verzének. Verzének? Az akkor első... mutasd meg nekünk, hogy mit képzeltél refrénnek. Refrénnek. Figyelj, akkor mit szólsz hozzá, ha megmutatom neked a szöveget, picit megpróbáljuk ráfejteni. Itt van egy kis kavarodás, egy biztos, hogy a szövegíró szerintem úgy értelmezte, hogy neked sorba voltak rakva a részeid, és én úgy látom, hogy ő úgy ment, hogy akkor ez egy verze, bridge, refrén, és ő is azt az emeltebb részt gondolta refrénnek, amit én, de nyilván ezt majd még együtt megbeszélitek. Szerintem ez egy nagyon nehéz műfaj magyar dalszöveget írni. Én ugye nem is tudok angolul írok szöveget, hogyha írok. És nem volt egyszerű dolga a szövegírónak, mert az a dallam és az a szótagszám, amit a demóban kvázi megadtam, arra szerintem egy elég nagy kihívás volt magyar szöveget írni ráadásul. Ha méltó a csendhez, a szó végre szent lesz, tegezi majd az óceánt, száraz lábbal kell rajta át. Napszúrást kap a hold, árnyékra lapátolt föld a szó, bottal ütött folyó, szemfehér tenger hajnalt old. Mit szólsz a hangulathoz, szóhasználathoz, mit szólsz ehhez, mint vershez, még egyelőre zene nélkül? Nekem nagyon tetszik, úgy tudnám leírni, mint hogyha néznék egy szép tájat, és közben valaki belém csípne, hogy annyira ne legyen szép az a táj. Komolyan? Egy kicsit ilyesmi. Komolyan? Melyik része vagy? Mik azok a pontok? Vérhújagos égbolt, napszúrást kap a hol. Tehát ő mindegyik igazából olyan, mint hogyha egy ilyen esztétikus igazából bármi, de most jelen esetben ugye mondjuk egy tájkép, és hirtelen történne valami, ami ezt az egészet megzavarja. Viszont azt fontos tudni, hogy ez az első gondolatom. Nyilvánvalóan az volt az első, hogy úristen, ez pipa. Kedves szövegíró, ha itt vagy, akkor elváltoztatott hangon jelezd, és várunk fenn a fekete zongoránál. Itt a zeneszerző. Jövök. Gyere, várunk. Lesz ezzel meló, és akkor ugye ne feledkezz még meg arról, hogy még jön a producer. Gyere! Hello, gyere. Sziasztok! Gyere, ismerjétek meg egymást. Szia! Korbusz Szonya, Vála Gergely. Gyere. Ismeritek egymást? Tudjátok-e, hogy kicsoda Platón Karatejev? Személyesen még nem találkoztunk szerintem, rá, hogy... Szerintem én a zenekaratokat ismerem. Igen, én is. Próbáltam kitalálni, hogy ki lehet a dalszerző, de rá nem gondoltam, de amikor találkoztunk a zongoránál, akkor így volt egy aha élményem. Nagyon izgatott vagyok, mert kíváncsi vagyok, hogy fog ez elsülni, mert nyilván nem volt könnyű megírni a szöveget erre a dalamra, és kíváncsi vagyok, vagy remélem, hogy nem lesz rossz neked, hogy néha muszáj volt eltérnem. Biztos, hogy nem. Abszolút nyitott vagyok. Illetve izgi, hogy ott vannak a tarókártyák kitéve, nem tudom, hogy ezzel már volt-e valami. Azzal az volt egyébként, de hogy te ezt így rögtön levágtad, hogy mi Szonyával, ahogy tudod, mindenkivel valahol megismerkedünk és valamit csinálunk, mi Szonyával egy, nem szabad jósnőnek nevezni, hanem hogy is kell nevezni? Taró tanácsadónál voltunk, értem. Akivel lekövettük, hogy mi lesz a dal sorsa, vagy mit érzünk, és akkor ez lett volna a Szonya, ez lennél te, mit szólsz hozzá? Aztán. Ezt próbáltuk, hogy a költészet muzsája-e, fiú-e, lánye. Hát itt vannak csillagok, fák, madár, szóval... Neked ez mond valamit, vagy foglalkoztál a taróval valaha? Egy nagyon kedves barátom foglalkozik vele, és rajta keresztül, de csak nagyon a felszínébe nyertem be pillantást, szóval nem egyáltalán tudok róla sokat. Nekem is inkább csak ilyen benyomások szintjén van ez. Amikor megláttam a Gergőt, akkor nagyon megörültem neki, mert ismerjük egymás zenekarát, vannak közös barátaink, tehát gyakorlatilag a szcéna, ahonnan érkezünk. Ott nagyon sok átfedés van. Úgyhogy megörültem, mert ilyenkor van egy kicsit ilyen kölcsönös egyetértés, hogy így picit így előre tudjuk gördíteni egymást. Vérhújagos égbolt, zsebemben két hold, angyalok ugatják, félhold, hernyó mozgású dagály. Nappal bélelt fák,
Eddig is oké, ugye? Törzsük mozgatják, iszapos ég, napszagú óceán. A két part porcelán. Egy az egyben ráillett. Nem egy történetet mesél el, hanem inkább egy atmoszférát. Egy atmoszférát képed. És mivel ugyanúgy az eredeti dalötletnek sem volt meg az a klasszikus szerkezete, ezért én sem áztam ebbe annyira bele, hanem úgy voltam vele, hogy ha a producer szeretne ezzel foglalkozni, akkor ő majd beleteszi, de amúgy az se feltétlenül baj, hogyha nem egy klasszikus intro, verze-refrén, stb. Dal lesz ebből. Mit gondoltok, milyen énekes kell ehhez? Ideális esetben, hogyha csak ebből a, most ebből a mi kettőnk adalékából indulunk ki, akkor hasonló háttérből érkezett énekes lenne. Talán az ideális, de hogy szerintem mindketten teljesen nyitottak vagyunk, és nyilván végső soron a hangszereléstől fog függni, hogy az énekes mennyire tud beleilleszkedni ebbe a millióbe. Ha most dal technikailag, hangtechnikailag nézzük, itt nagyon sok kitartott, és ahogy te énekelted, nagyon sok szóvégi old, ilyenek vannak benne, ezért ez igényel, gondolom, egy tüdőt is. Mindenképpen képzett énekesre van szükség. Férfi vagy női szöveg ez inkább szerintetek? Nálam ez egy kortalan és nemtelen szöveg, de hát hogy mivel ennyire... Akkor én is lehetek. Bárkire, te is lehetsz. Én egyetértek egyébként. Uh-huh. Ismerve a műsorotokat, gyakorlatilag a skálán bármilyen típusú énekes előfordulhat. Kedves énekes, a hallasz elváltoztatott hangon jelezd, hogy itt vagy jelent. Jelzem, a sas leszállt. Akkor várunk fenn a fekete zongoránál, zeneszerzővel és szövegíróval. Gyere! Bízzatok bennünk, hiszen az énekes Horváth Tamás. Szervusztok! Szevasz! Csávó, sziasztok! Gyere! Ismerjétek meg! Horváth Tamás, szia Gergely! Szia Korbucnak! Horváth Tamás, szia! Na, gyere! Aranyosak voltak, mosolygósak, már a szimpátia az első pillanattól megvolt, és azt gondoltam, hogy ha szimpátia van, akkor ez már rossz nem lesz. Most én nem titkolom, és nem bemártani akarlak ezzel, de hogy neked volt egy szemöldök felemelkedésed, amikor ezt megmutattam neki. Hát persze. Hiszen, és most erre fogunk kiukadni, én nem tudtam, hogy ez hogy áll össze. És akkor bejött ő, és megmutatta, hogy hogyan van, és béke is helyreállt. Értettük a dalt. Na, ezt próbáljuk neked is átadni most. Szuper. Tomi egy nagy meglepetés volt. Ismerem a munkásságának egy részét, mert próbálom én is monitorozni, hogy mi történik a hazai zeneiparban, és nyilván ő egy nagyon más szcénában mozog, mint amiben én vagyok, és a spektrumnak egy másik oldaláról jön. Törzsük mozgatják, iszapos ég, napszagú óceán. De érted? Áll össze, ugye? A két part porcelán. A hold és nap felkel, megszárít a tenger. Zörög az égben egy madár, némán szemhéjamra száll. Ezek a hajlítás. Vagy hát nyilván ő nem ismert minket, ezért nem tudta hová tenni ezt az egészet, csak már hallotta a demót. Én csupán attól a részétől féltem, a klasszikus, hogy más milyen zenei háttérrel rendelkezünk, és hogy hogyan tudjuk közös nevezőre hozni a zenei nyelvünket, vagy hogy mondjam. Nagyon tetszik ebben a dalban, hogy merész, és egyébként ahova hajlítasz föl. Az egy ilyen váratlan dolog, tehát hogy én... Az nem... a Szonyát dicséri. Akkor ide nézek rád, igen. Szóval követni. Csak ugye mondhatod, hogy nehéz ugye ott, igen, az a hajlítás. Igen. És igen, nagyon nehéz, mert olyan akkord menetek vannak ebben a dalban, ami számomra egy populáris zenében, vagy egy pop zenében, bocsánat, kimondom, tök váratlan. Még nem találkoztam ilyen fajta ritmikával, ilyen nehéz szöveggel. Attól függetlenül, hogy a világok mások, itt egy pillanat alatt meg tudjuk találni azokat a hangokat, hogy felütés, hol lép be, ettől a részétől nem félek. Tehát
a zenei, az ének technikai részéről. Hangmagasságtól se félek, hajlítástól se félek, a te stílusérzéketől se félek. Az, hogy hogy fog ez neked jól állni, hogy hogy tudod ezt képviselni, itt mi legyen a követendő út? Te megpróbálod úgy énekelni, hogy ők gondolják, vagy hol az a pont, ahol te beleviszed magad? Szerintem a mankó mindenképp maradjon meg, tehát amit most hallottam, szerintem az egy nagyon jó kiindulási pont. Én azt gondolom, hogy én ehhez szeretnék igazodni most. Hiszek az első ösztönös energiákban, amikor itt születik meg valami, és úgy gondoltam, hogy ha most találkozom először a dallammal és a szöveggel, és így ezzel a végleges formával, akkor könnyebb lesz majd vele azonosulnom, és igazam lett. Kedves producer, ha itt vagy, akkor elváltoztatott hangon jelezd ezt. Itt van a producer úr. Itt van a producer úr, akkor a producer úr ezzel bevallotta, hogy úr, és akkor várjuk fönn. Várjuk fönn a fekete zongoránál a producer urat. Urakat? Ki tudja. Csak próbál ki ködösíteni, hogy még valami izgalmasabb legyen. Gyere! Aha. Ajtó? Na, csak sikerült. Gyere! 100 Sins. Majd mindjárt tisztázzuk vele, hogy őt hogy kell szólítani. Szevasz! Szevasz. Jó vagy? Hát szia, fogjuk el. Igen, Boton. Tegnap ő is ott volt a díjátadón. Szia, szanyja vagy. Boton. Hogy szólítsunk? Boti, Pócsi, okay. Laci, bármi. Boti. Az a legjobb. Boti a legjobb. Érdekes a dolog, mert nagyon más világok találkoznak itt. Most ezt megkavartuk, megkavartuk. Eléggé. Most én legelőször is annak örülök, mert mikor ti 22-30-kor elindultatok a színpad felé, én még erőszakosan ölelgetésnek álcázva a füledbe sugtam, hogy holnap azért legyél itt, és figyelmeztetni próbáltalak, hogy itt ugyan 1000 ember néz, de itt meg sok százezeren fogna, de nagyon szépen itt vagy. Tegnap este buli volt, és alapból azt hittem, hogy én itt ma meg fogok halni. Most mindjárt megmutatjuk, amit te csináltál, amit ha jól értek, ez egy vázlat egyelőre, ennyi időd volt? Igen, még aznap este csináltam, aha, ahogy találkoztunk. Van benne egy refrén, ha jól láttam, akkor ez az utolsó rész a refrén. Igen, én is ezt gondoltam. Azt kicsit megturbóztam. Uh-huh. Alapból úgy készültem, hogy a szöveget, meg a dalt azt így valahogy fejtsétek, mert nekem egyáltalán nem sikerült, de nyitott vagyok mindenre. Jó, oké, figyelj, akkor ez az a pont, ahol viszont nektek meg kell hallgatni. Ja, még nem is hallottátok? Még nem. Ja. Ők anélkül, most tudja meg mindenki, hogy mi volt a másik fejébe. Na, ott is, bárhogy is van, gyere, mutasd meg. Világok találkozása. Mutasd meg. Ez le kell ülnöm. Biztos jó lesz. Reméljük. Az ő éneklése, ugye? Igen. Ez a refrén. Igen, ez Seni. Jól leveszem a kabátot. Hány millió? Egy, de ne foglalkozz vele. Csak vicceltem. Eddig van meg. Ez nincs benne a dalban. Ez ányület, nem. Hú, ez komoly. Hú, hát nem erre számítottam. Figyeljetek, igen. De ez egy, ez nekem egy ilyen nagyon durva új tapasztalat. Soha életemben nem volt ilyenben részem. Mármint magában az átalakulásban látni, hogy ebből lehet egy ilyen dal, és nekem nagyon meglepő volt, és nagyon érdekes, és egyébként érdekel az ilyen zene.
Nekem tetszik, szerintem ez benne van ebbe is, amit Szonya is mondott, hogy ez a kettőség ott van a dalban, szóval ugyanúgy, hogy ezt a keserédességet veszük, akkor ugyanúgy a látság mellett a keménység is ott van benne, szóval abszolút nem gondolom azt, hogy a szöveg az leugrana erről a hangszerelésre. Nekem nem tetszik. Majd én ugrok le róla, nem a szöveg. Ezt akartam kérdezni, hogy téged már egyszer két vára fektettünk azzal a neked kicsit távolabbi indi ballada világgal, ami Boti beérkezés előtt volt, és mit szólsz ehhez az elektronikus, de megint csak nem az a fajta mainstream elektronikus világ, amiben épp most te mozogsz. Szerintem ez egy nagyon bátor dolog, én nagyon bírom ezt, és amit mondtál az előbb, ez az ambivalencia, a finomság, ami benne van a szövegben, hogy olyan, mint egy vers, meg az a finom kis gitártéma, amit ugye eddig hallottunk, és akkor jön ez, szerintem ez a kettősség, ez a nagyon távol álló dolog, ez pont egy nagyon jó egységet fog alkotni, legalábbis én nagyon bízom benne. Hogyha ma Magyarországon produceri munkáról beszélünk, akkor ő abszolút az élvonalba tartozik, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tud kezdeni ezzel a dalszöveggel és ezzel a dalszerkezettel. Bele is kezdenék, mert amíg ti kajáltatok, addig én gondolkoztam a felépítésen. Itt ez egy verze, az első verze. Aha. Ezt a refrént én ide behoznám. Igen. Oké. Okay. Igen. Ez a második verze, és itt ezt kétszer. Igen. És ennyi. Okay. Felépítés. Okay. Ilyen klasszikus akkor. És neked még meg kell tenni, hogy melyik hang nem a jó, mert nem biztos, hogy ez most passzolni fog. Menjünk? Szerintem menjünk be. Nézzük meg. Jól megfogalmaztam, semmit egyébként. Ne, jó, ez. Nem, tehát ebben semmiből lesz valami. Jó ez így. Ah! Basszus. Szóval végére így le fogok sántulni. Szerintem egy nagyon más ívet kapott a dal azután, hogy Hadrit Sinz hozzányúlt, de pont ezért izgalmas, mert ilyenkor jönnek ezek a beláthatatlan kanyarok. Mehet az ének, az mehet. Ez tudom. Én szerintem az ének, a szöveg az rámegy. Akkor nem kell hozzáadni szótagokat, vagy elvenni, meg vagyunk? Nem, szerintem. Egyetlen kérésem lehet még. Figyeljetek, csak eléneklem nektek a refrént, egy kicsit gyorsabb tempóval. Jó. Csak jó. Még puzunk egy picit rajta. 2-10 vagyunk, mondjuk 30. Adj neki. Még mindig egyébként 115-ről beszélünk. Igen. Tehát, hogy még mindig nem vagy. Kap a hold árnyéka, lapátolt föld a szó, bottal ütött folyó, szemfehér tenger, tárá. Mert így jobb, de egyszerűen egy oktávval fejebb fogom ott énekelni. Szerintem kijön rá a szöveg. Jobban, sokkal könnyebben tudok rá énekelni. Amit még csinálnék, hogy ezt a szemfehér tenger hajnalt old, ott a hangokat, szerintem jó lenne, hogyha megtalálnánk, mert azzal lesz egy kicsit izgalmasabb textúra a zenei alap, mint hogyha ez megy végig, és az kicsit... Akkor én amondó vagyok, hogy ha szeretnék, hogy kövessed igazából, akkor magyarán mondva a basszus menetet kell vinni a lefelé, amit a Szonya is. Csak felejtsétek meg nekem, hogy mik a hangok. Tehát, hogy F-ben... Az volt az észrevételem, hogy a tempó mindenképpen húznunk kell feljebb ahhoz, hogy ez kiénekelhető legyen. Én még mindig tettem volna rá, de azt gondoltam, hogy így is jó sokat tett rá a Boti, tehát a BPM számot nagyon nagyot emeltünk, ahhoz, hogy legyen egy húzása ennek a dolognak. Mert azért ez egy eléggé szélsőséges zenei alap, és elég érdekes a lüktetése. Viszont mindenképp kell egy tempót adni neki, amire tényleg meg tud indulni ez a dal. Én kértem, hogy emeljünk, és nagyon örülök neki, hogy a többiek nyitottak voltak rá, mert ezáltal könnyebben el tudtam énekelni. Szemfehér, igen. Szemfehér tenger! Igen, igen. Legyen így, mert igen, nem, ez sokkal nem ilyen iskolás, tudod. Szóval, igen. Akkor csak itt a legvégét nézzük. Jó. Ajaj, ez picit hangos, én is leveszek. Igen? Tudom, mi hiányzik, a trepcinek. És ezt kopizd be ide. Most nem tudom úgy, hogy mindent visz? Tehát, hogy ebben benne van az akkori, csak a basszus? Ez most csak a basszus. Csak a basszus. Ti akkori? Igen, így van. Tolj föl még egyet, mert ott a tempóban ott most variáltál. Hát, figyelj, jó, még egyszer feltolom, ez vázlat lesz. Viszont egyébként ebben meg van már erő. Igen, abszolút. Na jó, nézzük, hajrá! Napszórás!
tenger hajnalt old. Hú, jó, elfogytam a végére. Jó volt. Szerintem ez, ez egy mankónak most tökéletes. Kurva jó volt, hogyha szerintem. Neked, jó, neked legyen egy mankó, most az nem kell maximumra, de most ezt még egyszer fel kell tolni, jó? Jó, de igen, igen. Ez jobb lesz. Igen, persze. De okay. ez így is ennek most tökéletes. Jó, jó. Olyan, hogy felveszed, és nem nekem kell. Ez ezt a részét utálom legjobban, vokál felvételt. Én valahogy az összes zenémben az van, hogy nem tudom a szöveget se, nem figyelek oda, hanem szerintem fontosabb az, hogy hogyan van fejnekel, vagy hogy hogyan van utólag megszerkesztve. Nem is, talán a Mizunak tudom a szövegét egyedül. Megcsináltuk a refrént, és akkor most megpróbáljuk köré felépíteni a többit. Szóval én nálam a fejemben a következő lépés most az, hogy ami eddig neked volt, ahogy indítottad a dalt, megnézni, hogy te melyik szövegeket gondoltad oda, és meg, de hát, hogy nézzük meg, hogy mink van, és azt fejtsük meg, és utána szerintem, amit én C-résznek hívok, oda viszont kell gyártani egy teljesen új instrumentálapot, mert szerintem oda még nincsen semmi, az az arpeggiós gitár téma, bontott gitár téma. Miután megvolt a dalszöveg és a Szonyának az első demója, utána, amit viszont a 100 Sins hozott, megvolt az A rész és a B rész, de hiányzott belőle zenei alappal, instrumentális alappal a C rész. Fér hó, jágos égból. Zsebemben két hó, angyalok utatják, félholt, helyű mozgás utagát. Nappal billet fák, törzsük mozgatják, iszapos ég, napszagú óceán, a két partból felel. Ez összes többi sornál úgy működik, nem erőltetett. Vérhólyag esetlen nagyon. Vérhólyagosnál valami. A második rész az jobb, mint az első, itt éreztem. Vérhólyagos égbolt. Vagy így éneklet belassítod, ez a vérhólyag. Máshogy gyere be. Abban a demóban, amit megcsináltam, ott váltakozik a 3/4 és a 4/4 lüktetése, és ugye részek között vannak olyan kis mini átvezetők, amik segítik ezt a megértést. Nem is gondoltam volna, hogy 4/4-del nyitottam meg a projektet, és hát ott jött a legnagyobb probléma, mert azért nem egyszerű ritmikát váltani egy projekten belül. Megpróbálom elmondani, de nem biztos, hogy sikerülni fog, hogy egyszer négyekre beszámolsz, hogy egy-két-el-négy. És hogyha erre számolsz hármakat, egy-két-el-négy. És a mérőd az ugyanaz marad, ez, csak egyszer négybe számolod, egyszer háromba. És akkor olyan tempóérzet feelingje van, de egyszer 3/4-es, egyszer 4/4-es. Én mondjuk már csináltam ilyet, de és nekem most pontosan nem tudom, el kéne osztani 4-gyel, megszorozni 3-mal. Sose hoztam matekbolyó. És én örültem, hogy most énekes vagyok, mert egy picit hátradőltem, és azt mondtam, hogy ezt most oldják meg ők. Szerintem nagyon ügyesen megoldották. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Zseni, óriási megfejtés. Ja, király. Most ezzel eljutottunk akkor az első refrénig. Most jön a matek? Már meg volt matek. Matekon túl vagyunk. Ja, felvetétek? Most jön az a C rész, amit akkor oda kéne valami 100 Sins Magic. Megszáll a tenger, zörög az éppen egy madár, némán szemhéjamra száll. De ez a két akkor váltakozik, meg a végén van egy kis csavar. De ezt simán berajzolom. Jó. Az első az FCA volt, a második. FCA, FCG. FCA, FCA, FC, FCG, FCG, FC. Húha, na igen. Megnézzük már a dajban. A Szonyának a gitár alapját vettük alapul, és egy programmal a gitár témát bemidíztük, és onnantól kezdve pedig már szintézissel a Boti tudott vele dolgozni, és az volt az alapja a C résznek, ami igazából valahol egy második verze, de mégis egy teljesen másik téma, mint a dalban az első verze.
Zülök az égben egy madár, némán szemhéjamra száll. Még az a három hang is lehet. Úgy érzem, hogy a hangom az nem érett, de nem tudok felállni. A hátad? Hozassak valami krémet? Már van tapaszt, csak annyit tud, hogy elvette a fájdalmat, de közben meg ilyenkor nem tudok fel. Hozassak egy masszört? Biztos tudunk valakit. Hát, hogyha igen, hogyha tudtok. Kérlek. Csak viccelt. De tényleg? Hát mi van, ha igen? Úgyhogy reggel arra ébredtem, hogy nem igazán tudok kikelni az ágyból, csak ilyen oldalas mozgásban. Viszont tudtam, hogy ugye lesz a forgatás, úgyhogy gyorsan valamilyen segéd anyaghoz folyamodtam tapasz formájában, amit egy ideig a hátamra tettem, viszont ez nem volt elegendő. Kikit, biztos vannak ilyen, akik úgy élnek, hogy masszört rendelnek házhoz. Gyúró, lehet, hogy ide valami sportgyúró kéne. Igen, elvileg bejelentkezés alapján történő nyitvatartás minimum egy nappal előbb. Igen. Most megpróbálkozom a tévéműsort, forgatunk Tomával. Igen. Jó napot kívánok, Hajós András vagyok, és Kiki masszás telefonszámát hívtam. Ön az? Igen. Török Bálinton egy televíziós forgatásban vagyunk, ahol az egyik szereplőnknek nagyon beállt a háta. Azt szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy péntek este, és nem jelentkeztünk be előre. Létezik-e, hogy ön esetleg, vagy egy kollégája el tud jönni egy ilyen gyógymasszást adni röviden egy fájós hátú hölgynek? Hát ő nem tud eljönni ide, Soroksára? Nem tud, mert... Annyira fáj neki? Nem is az, hogy annyira fáj, hanem mi itt egy műsort forgatunk, aminek ő az egyik szereplője, csak nagyon szenved. Ó, Jézus! Van nekünk stábsofőrünk, meg autónk, és elhozzuk az illetőt. Csak én vagyok. Ja, értem. Kiki. Csak én egy szemébe vagyok. Kiki. De hogy akkor ön Kiki? Tessék, igen. De, jó. Kiki. Én András vagyok. És... Szerintem nem működik ez a duplázás, hanem itt nem lőném meg egyszer a refrént, hanem akkor már valami instrumentális okosságot csinálnék. Jó. Most beszéltem Kikivel, aki egy 25 perc múlva itt tudna lenni. Micsoda? Masszázs ágyal, meg nem tudom mivel. Ne csináld. Nem, netről néztük le. Barbie segítségével. Csináljuk? Kell. Nyomjuk, persze. Jó. De profi. Köszi. Meg vagyunk. Itt a masször. Menjek? Gyere, bemutatlak neki, és elmondod, mi a probléma. Most még kért egy kávét, meg lepedők, meg ilyesmi. Wow. De rossz a helyzet egyébként? Vagy? Hát igazából csak az ülőhelyzetből a felállás az, ami egyáltalán nem megy, úgyhogy inkább nem is ülök le. Meg nem szeretném azt, hogy ilyen túliskolás legyen a dallam miatt, tudod? Ja, inkább legyen a prozódia a helyén, az fontosnak tartom, hogy vérhólyagos égbolt. Érted? Igen. Zsebemben két hol, angyalok húgatják, fél volt, tarararararara. Hát már jön az erő. Én amúgy, ezt csak neked mondom. Hallom én is. Nem rólad, hogy én még, de itt azt az utolsó, amit beleszólok, és kimegyek, esküszöm. Hogy nagyon meg, hogy nem lehet, hogy ez a vérhólyagos, az első szó, az első hangulat, az nem vérhólyagos, tehát hogy nincs megmozdítva. Vérhólyagos. Amúgy az jó ötlet, én gondolkoztam ezen. Vérhólyag, nem egy mesélőbb elkezdés? Nekem is jobban tetszik az, hogyha egy hangon van, mert... Vérhólyagos. Az nekem nem tetszik.
Mi? Már bocsánat, amit mondasz, hogy Hogy ne az legyen. Hanem csak az legyen, hogy vérhólyagos. Igen. Mint amikor egy festő az első ecsetvonást lerakja. Ne, nekem ez sokkal jobban tetszik, csak próbáltam a dallamhoz minél hülyebb maradni, de... De most úgyis a hátát nyomkodják, úgyhogy nem tud bele szólni. Figyelj, nem tud bele, most masszírozzák. Nekem sokkal jobban tetszik az, hogy egy hangom van. Vérhólyagos égbolt, zsebemben két hold, angyalok ugatják félhold, elnyomozgású tagály. Nappart életfák, törzsük mozgatják, iszapos ég, napszagú óceán, két part porcelán. És amikor már annyira szenvedtem, hogy ülőhelyzetből nem tudtam felállni, András felajánlotta, hogy figyelj, hogyha gáz van, akkor hívunk egy masszört. És bocsánat, mutatom. Tehát, hogy hatásos volt. A nappal az egyhangú legyen, szóval igen. Nappal! Jó. Ja, király. Itt arra próbálok figyelni, hogy ne siessek, mert... Igen, kicsit ülj bele. Itt már kezd vinni a dolog. Élhold, elnyomozgású tagály. Nappal bélet vár. Törzsük mozgatják, iszapos ég, napszagú óceán. Napszagú nem lesz jó. Part porcelán. A napszagú rész az előzőnél meg most jött ki. Igen, a napszagúnál nem jó helyen hozod. Nem jó, azt még most érzem. Megmutassam, hogy igen, van a fejem. Igen, énekeld. Napszagú óceán, az nincs meg. Iszapos. Ja, igen. Mozgatja. Ez még jó. Iszapos ég, napszagú óceán. Iszapos ég, napszagú. Tökéletes. Iszapos ég, napszagú. Ennyi? Igen. Iszapos ég, napszagú óceán. Igen. Így? Igen, jó, és utána a végén pedig a két part porcelán. Nagyon nehéz volt a szöveget kiénekelni, tehát úgy abban a ritmikában, ahogy megírta Gergő, viszont hatalmas segítség volt, hogy végig minden sornál ott állt mellettem, végig támogatott benne, szóval nagyon nagy segítség volt nekünk. Az hogy lehet, hogy mivel ennyire folyamatosan nyílik, mint egy töltsér a dal, lehet, hogy itt ne vegyél vissza az iszaposségnél, hanem a törzsük mozgatják után még, tehát hogy... Aha, legyen torok. Ne, sem vissza. Iszapos ég! Igen, ez az iszapos ég, ez nekem, hogy ez úgy prozódiailag. Jól énekelem ezt, hogy iszapos ég! Igen, szerintem ez iszapos ég. Anya, gyere, most jönnek az iszapos ég! Ez az iszapos ég, nem iszapos ég, ugye? Hát igen, ha oda beraksz egy leheletnyi... Iszapos ég! Igen. Na mehet. Tobiban is azt láttam, hogy nagyon nagy odafigyeléssel fordult a dal felé, és látszott, hogy fontos neki az, hogy minden sor az úgy legyen felénekelve. Egy nagyon képzett énekesről van szó, és nagyon profi volt végig, és szerintem nagyon kellett az ő csupaszív energikussága ehhez a projekthez, hogy megvalósuljon. Hallod a szünetben berakni egyet, hogy Tegyük be, Max, kivesszük. Bele, komoly poénba veres. Kis jackózás. Két part porcelán. Ja, de már nem az a tempó, bassz meg, de durva. Hát én nagyon reménykedem benne, hogy ezt a Michael Jackson kis geget benne hagyjuk, ezt a kis Michael Jackson hihi cuccot, én imádtam, legalábbis nekem nagyon tetszik benne. Másrészt ez egy kicsit én vagyok, tehát azért az én dalaimban egy-egy ilyen tisztelgés Michael előtt mindig ott van, tehát hogy azért fel lehet fedezni ilyeneket. 5, 6, 7, gyere!
többi már feláras. Többi már feláras. Te óriási. Zapszeleten xilofon. Van itt még? De tudom, hogy te oda megy. Hova lett az Atis, nem bírta tovább? Keresi egy gitárt, szerintem. Nem, az gitár, elektromos gitár. A dal végén van egy instrumentális rész, ahol a Botinak volt egy pici hiányérzete. Egyből mondtam, hogy neki gitár, valamilyen gitár szóróra van szüksége, és hát Gergő sem szólógitáros, én sem vagyok szólógitáros, Atis viszont az. Hozt egy gitárt? Itt van az első gitárom, véletlenül. Komolyan. Azt a minden. De persze, ez a húrok is azok rajta. Félsz, hogyha odaadod, de tényleg. Ha nem félsz, hogyha odaadod, akkor az utolsó gitárod lesz. És lehet, hogy behangolhatatlan, mert le van fixálva a Floyd Rose, és na mindegy, szóval, hogy egy kicsit gatya, de meg kéne autót nézni. Autót kihúzzuk ezt is. Gitárt is. Játszom, hát is gitárszóló. Boti úgyis szét fogja torzítani. Állítólag szerintem. Gitározott egy zenekarba. Na segíthetsz nekünk. Kell pengető? Hát, nem van pengető. Megpróbálhatjuk. Mondjuk egy ilyen... Behoztam egy az ilyen első gitáromat, és hát megpróbálhatjuk. Számomra most ebben a projektben Atis az ugyanúgy egy alkotó, és nem is egy négyes csapatról, hanem talán egy ötös csapatról beszélünk ebben az esetben. Hogy ezt elmasztam, még egy. Hogy van. Szerettem volna, hogy a szerzők visszahallják azt, amit ők kitaláltak, és én tudom, hogy milyen érzés ez. Úgyhogy szerettem volna egy picit visszaadni abból. Van egy csomó szál, négy különböző színből áll, és sorrendben vannak egymás után, és ezek így össze vannak így fésülve. Pont ezért lett egy valahol nehezen fogyasztható, és emiatt sok hallgatást igénylő, de egy nagyon izgalmas textúrájú dal a végén. Vérhólyagos égbolt, zsebemben két hold. Angyalok ugatják félholt, hernyó mozgású tagány. Nappal bélelt fák, törzsük mozgatják, iszapos ég, napszagú óceán, két bar porcelán. Megszárít a tenger, zörög az égben egy madár, némán szemhéjamra száll. Ha méltó a csendhez, a szó végre szent lesz, tegyezi majd az óceán. Napszúrás, kapva hold
Még magadat visszarakod egy kicsit a végére, visszatapsolt a közönség. Még egyszer a gitárszólót, a legjobb az egészben. Ez egy popdal még? Nem, hát annak nem mondanám, tehát popdalnak semmiképpen sem. Hát tehát... nem egy mainstream popdal, de azért az még szórakoztató ipari zene, nem? Szerintem ebben ezt nem tudom, hogy most így meg akarjuk-e hirtelen fejteni, szerintem nem. Ez az a fajta dal, amit többször meg fogunk hallgatni. Mint a közönség. Úgy érted? Amiről mi a műsort szerintem kicsit elsősorban csináljuk, az meg az együttműködés, hogy hogyan találkoznak különböző világok, és ebből a szempontból nagyon köszönöm nektek, még mindenkit megdicsérek, hogy kemény nap volt egyébként, meg nagy utat jártunk be. Ha sorban megyek, akkor azt mondom, hogy Szonya, először azt hitted, neked van a legkönnyebb dolgod, mert elindítasz egy dalt. Ez igaz. És aztán utána te majd csak hanyat dőlsz, és lesz, ami lesz. De azért látom rajtad azt a hullámzást, ahogy ment rajtad végig a nap során az, hogy hú, ez az én dalom még, vagy hogy lesz, hogy mint amikor Gergővel összeénekeltétek, akkor még éppen nagyon megnyugodtál, aztán jött a produceri verzió, és szerintem, vagy remélem, hogy így a végére azért te is megkaptad azt, hogy ez az maradt, ami, hogy legalábbis ezt látom az arcodon. Szerintem a dalunk, az gyakorlatilag olyan, tényleg olyan, mint hogy négyünket így összefésülnének. És ez gyakorlatilag annak az eredménye. Tehát, hogy a Gergő sem csak a szöveg, meg én sem csak a dal vagyok. Tehát, hogy nem tudom, hogy mindenki beletette a saját részét mindenbe. Hát igazából. Gergőt is nagyon megdicsérem, mert amellett, hogy hozott a Szonya dal kezdeményezésére, demójára egy nagyon önmaga szöveget, de közben ami illik is rá. Én nagyon köszönöm, hogy nagyon komolyan vetted te is a feladatot. És itt a stúdióban meg a legnagyobb meglepetésemre, azt hittem, hogy te csendes fiú leszel, aki a sarokba ül és hagy mindenki mást. És így itt teljesen megélted az energiáidat, odaadtad és vezetted az egészet. Boti, te hogy érezted magad? Mert te végig nagyon csendben, nagyon szépen, szerényen hoztad, amit ígértél, és tekerted, és csavartad, és aláraktad, de sok érzelmet nem láttunk az arcodon, és nem csak a maszk miatt, hanem akkor te valószínűleg nem vagy egy ilyen nagyon egyfolytában megnyíló srác, de a végeredményhez mit szólsz? Szerintem elég zúra lett a végeredmény. Háromnegyedes résznél ott feladtam, én alapból azt hittem, és nem is gondoltam rá, hogy ez háromnegyedes zene lesz. És ugye megcsináltam négynegyedesre a refrént, és amikor ide rájöttünk, akkor úgy kicsit elengedtem. Hát Atisnak is egy nagy köszönet, mert ott egy... Ott meg kellett menteni. Ott igen, abszolút. A matek metal világából hoztál egy megoldást, vagy egy kis számolást, hogy köszönjük szépen, ezt tovább lendítette. Tomi, neked is nagy köszönet, én tudtam, vagy hittem, meg sejtettem, hogy ilyen vagy, de még azon is túlmutatóan raktál bele energiát, és én azt láttam, hogy élvezed is. Tehát amikor az elején elmondtad, hogy te nyitott vagy, én mindenki ezt szoktam mondani, és hogy legyen, aztán mindenkiről egy kicsit kiderül, vagy van, akiről kiderül, hogy hát az nem annyira igaz, de nagyon szépen odaadtad magad. Köszönöm. Ennek az egésznek. Remélem, hogy a rajongó táborod nem hagy el emiatt a dal miatt. Biztos, hogy nem fog, nem, szerintem nem, ez nem, ez szerintem sokkal jobb lett, mint amire gondoltam az elején egyébként, tényleg. Mindannyian nyertünk, és még nyertetek valamit, ami egy szokásos dolog, az asztalon levő apróságokkal kezdem. Hát először is kaptok dalfutáros pólót. Kire? Ezt most nem ígérem meg, hogy mindenkinek a megfelelő méret van, és majd színekbe is, majd ezt később kamerákon kívül cserélgetitek, mert akkor szokott indulni, hogy én ilyet kérek, ilyen mintásat, meg olyat. Úgyhogy ezt nagyon köszönjük. Támogatunk a Sej jó voltából, mivel sokat utazó jövő menő zenészek vagytok, Klusmárt kártya feltöltve, ez is zenekarok esetében a busznak jár, köszönjük egyéni szépen. Előadók köszönjük. Esetében köszönjük. Az autónak, úgyhogy egyébként ma már a Sej Café ingyenségeit ettétek, és amiért a nagy fotót csináltuk, az a megelőlegezett arany lemez, amelyet mindenkinek átnyújtok, és szépen hangulatosan alá fogjuk egymásnak írni. Mehet föl a falra, tudom, lehetne kisebb, de ilyen erőszakos marketingünk van, hogy platina lemezek és más díjak mellé. Hát azért mosolyogattunk volna. Igen, szomorú brigád. Végső soron boldog vagyok, hogy ismeretlen tájakra merészkedtünk.
A kommentelők majd ízlésük szerint ízekre szedik a végeredményt, de a mai tanulság az, hogy néha megéri letérni a járt útról, akár pusztán a felfedezés öröméért is. Ebben a szellemben folytatódik az évad. Továbbra sem tartjuk rövid pórázon az alkotókat, hiszen ahogy a költő mondja, Foxy Maxi Bull Terrier, minden hétfőn új premier. Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A Dalfutárt és a zenészeket a Shell hozza lendületbe.